Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter. Köszöntöm is a stúdióban. Én is szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, rádió hallgatókat. Miniszter úr, sajnos most egy szomorú apropón kell, hogy indítsunk. Sajnos egyre több háborúról értesülünk itt a közelünkben is, illetve távolabb is. Hogyan gondolja, mennyiben vannak ezek a konfliktusok hatással hazánkra? Jól látható az, hogy lépésről lépésre közelebb kerülünk egy olyan helyzethez, amikor egyre több állam lép be az Ukrajna és Oroszország közötti háborúba. Van egyfajta ilyen háborús pszichózis nyugaton, különösen Macron francia elnök, aki fegyverkezést sürget, beavatkozást sürget, és ezek a hangok egyre erőteljesebbek. Történik mindez úgy, hogy az európai embereket meg sem kérdezték arról, hogy ők akarnak-e vajon háborúzni Oroszország ellen. Magyarországon más helyzet, itt azért a nemzeti konzultáció és más alkalmak is lehetővé tették azt, hogy az emberek a hangjukat hallassák. A magyar kormány békepárti, hiszen nekünk az a meggyőződésünk, hogy Magyarországnak ettől a szláv népek közötti konfliktustól a lehető legtávolabb kell lennie. A nyugatiak már olyan hatalmas pénzeket költöttek az ukránok támogatására, hogy most úgy látszik, hogy ezt már nem akarják elengedni. Nem veszik tudomásul azt, hogy Ukrajna egy atomhatalom ellen alig ha nyerhet. Oroszország nyilvánvaló, hogy egy rendkívül erős állam. Azért kellene minél hamarabb fegyverszünetet, tűzszünetet, békét kötni, hogy lehetőleg ez a konfliktus ez ne terjedjen tovább. Amennyibe tovább tart időben, félő, hogy térben is ki fog terjedni, és itt a szomszédságunkban zajlanak most is a harcok. Magyarok halnak meg, kárpátaljai magyarok, menekültek vannak, értelmetlen áldozatok, hihetetlen anyagi pusztulás. És szerintem a magyar kormány nagyon helyesen dönt akkor, amikor ettől távolabb akar lenni. De tényleg most gondoljunk bele, hogy itt Karcagon is, ha most a közeli piacra lemennénk, megkérdeznénk az embereket, találnánk olyan valakit, aki harcolni akar az oroszok ellen. Az oroszok ellen ott valahol a Kelet-Ukrajnában, nem messzire a Donkanyartól. Tehát nyilvánvaló, hogy ez teljesen képtelenség, bár vannak olyan magyar politikai erők, akiknek semmi sem drága, de egy háború mindig áldozatokkal jár, veszteséggel jár, családtagok halnak meg, rokkantak, hadirokkantak jönnek vissza, betegen kerülnek vissza emberek a frontról, és a hátország is ezeket a háborúkat bizony nagyon meg szokta szenvedni, akár Ukrajnában, akár egy másik háborús kócnál, itt a gázai övezetben is ezt láthatjuk. Egyre több jel mutat arra, hogy egy harmadik világháború fele sodródó. Utána soha nem volt még ilyen közel, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy az első világháború a balkáni háborúkkal kezdődött igazából, a második világháborúban már Japán, Kína ellen harcolt a 30-as években, Afrikában volt Olaszországnak a háborúja, Abesszíniában, akkor most is hasonló a helyzet, hiszen a már említett közel-keleti konfliktus mellett azért itt van a irán-izraeli konfliktus, itt van a szíriai és libanoni harci terület. Nemrégiben volt Azerbajdzsán és Örményország között egy helyi háború. Hallottunk arról, hogy Irán és Pakisztán határán is villongások voltak. Jemenben is zajlanak a harcok, Afrikában több helyen. Tehát lassanként úgy körbevesz bennünket ez a háború, és ez nagyon nyugtalanító. Ezért is fontos az, hogy most, amikor Európa uniós választások lesznek, a béke hívei, a béke pártján állók is hallassák a hangjukat, és tegyék a megfelelő helyre az X-et azért, hogy a háború az elkerüljön bennünket. És sajnos érezzük ezeknek a háborúknak, konfliktusoknak a hatását hazánkban is, hiszen az emberek tapasztalják nap mint nap az áremelkedéseket, egyes termékek nagy arányú drágulását, illetve sajnos már az is előfordul, hogy egyes termékekhez hosszabb idő keresztül tudunk eljutni, mert esetlegesen hiányzik.
sok nyersanyagot felhasznál a hadipar, amelyet most világméretekben elkezdtek felfuttatni, a fegyverkezés. Ez megjelenik a számítógépek, gépkocsik, televíziók vonatkozásában, amelyekhez szintén ezek az alapanyagok, ritka földfémek, különleges fémek szükségesek. Ez a dolog egyik oldala. A másik oldala az, hogy magasan vannak az energiárak, hiszen Oroszország, amely ellátta Európát, most kívül van ezen a piacon, és az energia a legnagyobb része, akár a földgáz, például a hajókon érkezik Amerikából, távoli területekről kerül ide. És amikor egy kiló húsra nézünk, vagy egy kenyérre, vagy egy kiló liszt, akkor gondolunk bele abba, hogy az élelmiszerek árának 80%-a az energiaköltség. 75-88, attól függ, hogy miről, melyik fajtát nézzük, melyikről beszélünk. De ezt elmondhatjuk a ruházati cikkekre, a közlekedésre értelemszerűen, tehát szinte mindenre a valóságban, a háttérben az energia, a gépek üzemeltetése, legyártása, fönntartása, az úthálózat, a szállítás, a raktározás költségei húzódnak meg. Sok szempontból szerencsések vagyunk, hogy még Magyarország kívül maradt ezen a fegyverkezési versenyen. Mi nem szállítunk hajdai anyagot Ukrajnába, az már hadviselő félé minősítene bennünket a hadi jogszabályai szerint, de nem egy szigeten élünk, nem valami távoli kontinensen, tehát a háború hatásai. Az, hogy más országok már nagy mennyiségű hadi anyagot szállítanak, és emiatt emelkednek az árak, azok már itt is megjelentek. Sajnos a háború az halált, betegséget, nélkülözést hoz, és magas árakat. Az árak azok már sajnos itt vannak, de nem csak nálunk, Európában is egyes termékeknél eltérő mértékűek, de ez jól megfigyelhető. Elég most arra gondolni, hogy a gabonárak azok az elmúlt év végén, idejév elején lent voltak, aztán most megindultak például fölfele. Én bízom abban, hogy sikerül megállt parancsolni ennek a folyamatnak, és lesz annyi bölcsesség az európai emberekben és a vezetőkben is. Ha kell újabb vezetők odaállításával a kormány rúdhoz, lesz annyi bölcsesség, hogy ennek a folyamatnak gátat szabjanak. Említette miniszter úr az előző percekben az európai parlamenti választásokat. Ugye ezzel egy időben lesz itt itthon az önkormányzati választások is. Miért fontos az, hogy az európai parlamenti választásokon hazánk úgymond jól szerepeljen, illetve miért fontos az, hogy településünkön, itt helyben, illetve a környező településeken is a meglévő testület vigye tovább a megkezdett munkát? A Fidesz, a kormány programja az egyértelmű, tehát egyrészt mi a békepártyán állunk, nemet mondunk a gender őrületre, ami ugye az embereket, a gyermekeket akarja befolyásolni teljesen elfogadhatatlan irányokba, és a tömeges migrációra és az illegális migrációra is nemet mondunk, mert megváltoztatja az adott országoknak a képét, az adott országnak a kultúráját. Az egyik a gender elmélet, a családot teszi tönkre, a másik pedig a nemzetet, tehát mi egy hagyományos magyar életfelfogásban hiszünk. Az Európai Uniós Parlamentben mindegyik nagyon fontos. A háború és béke az egy kérdés, az rövid távon foglalkoztat bennünket. Itt a gyors döntés lehetősége az előttünk van, és én bízom abban, hogy azok a politikai erők kapják meg a többséget, akik nem akarnak háborúzni, akik hagyományos keresztény értékrend alapján fogják fel a világot. Ezen értékrend alapján döntenek a különböző kérdésekben. Ami pedig a helyhatósági választásokat illeti, tehát nyilván leképeződnek ugye ezek a kérdések helyi szintekre is, hiszen foglalkoztatnak bennünket, de azt azért el kell mondani például Karcagon, hogy itt a település fejlesztésével kapcsolatos elgondolásokban, kérdésekben a Fidesz KDNP-n kívül más politikai erő, más politikai párt nincs is. Tehát nem látok sem olyan programot, sem olyan megfelelő személyeket, akik valamilyen városvezetői teljesítményre képesek lennének. A Fidesz részéről gyakorlott, kipróbált közéleti személyiségek vannak a jelölteink között, akik már az élet különböző területein önállóan is bizonyították azt, hogy teljesítményekre képesek, és a városért, a nagykunságért is tettek észen, szívesen dolgoznak. Van változás a képviselőjelölteknél, egyfajta generációváltás is történik, de az elmondható, hogy szeretik Karcagot, és tudnak is érte tenni, és hogyha a lakosok bizalmát
megkapják, az önök bizalmát megkapják, akkor fognak is dolgozni. Ugye hosszú évek előkészület munkálatai eredményeként az utóbbi években egy nagy arányú fejlődés látható, tapasztalható itt Karcagon. Karcag egy élhetőbb város lett, és szépül is a város, hiszen sorra újulnak meg az épületek, és újabb kulturális központ is épült az Erzsébet ligetben. Hogyan látja miniszter úr az eltelt időszakot ebben a tekintetben? Nagyon látványos az a fejlődés, amit most tapasztaltunk, hiszen a 4-es autópálya az már jól láthatóan közelít a befejezéshez, eléri jövőre a város határát. Az ipari parkban új létesítmények vannak, és további fejlesztések várhatóak, és itt a városnak a központi részén is akár a bölcsőde felújítást, az új bölcsőde építését emelem ki, az Erzsébet ligetet, Strandfürdőnél medence épül, útfelújítások voltak és zajlanak is, jelenleg Zádorhídi út például egy nagyon komoly fejlesztés volt, tehát látszik, hogy mindenhol mozgás van, új ipari park a Szélmalommal szemben lévő területen, tehát haladnak a dolgok, és ebbe a sorrendben egy olyan, ami messziről is vonzhatja a turistákat, az a milánói keltési pavilon, a Karcag kincse, amelyben most a Munkácsi kiállítás is helyet kapott. Hát én örülök annak, hogy több mint 5000 látogató volt már a pavilonban, örülök annak, hogy nagyon sok Karcag is látta ezeket a csodálatos festményeket, és hát én ma is olyan baráti társasággal fogok találkozni, akik tegnap kifejezetten ezért jöttek, hogy megnézzék a kiállítást. Népszerűsítsük, mondjuk el a híveinknek, Karcagról elszámazottaknak, barátainknak, hogy jöjjenek ide, és nézzék meg ezt a szép kiállítást, egyúttal a rendezett környezetet is, és hát ami ott majd a következő lépés lesz, hogy a ligeti sporttelep is megújul, ott is a befejezéshez közelítenek a munkálatok. Ugye a pavilonban, ahogy említettem, most a Munkácsi kiállítás látható még június 9-éig, tehát az érdeklődők még megtekinthetik, de az elkövetkezendő években, évtizedekben még nagyon sok lehetőséget rejt magában ez az objektum. Hát meg kell tölteni tartalommal a jövőre nézve is. Ott a Rónai Malom, a szabadtéri terület is sok lehetőséget hordoz, hamarosan onnan indul ugye a Tour de Hongrie-nek egy futam, a március 15-én is ott ért véget a fáklyás menet a karcagi ifjúság részvételével, és hát ezek olyan ötletek, amelyekhez képest majd biztos lesznek újabbak is. Én azt hiszem, hogy élnünk kell ezzel a lehetőséggel, akár családilag, akár egy nagyobb közösség, vagy maga a város közössége is ki tudja használni ezt a igazán egyedülálló szép alkotást, és mindazt, amit jelent. És ez egyben egy turisztikai és kulturális vonzerőt is jelent, nem csak a helyieknek, hanem a környékbeli vagy a távolabbi lakosoknak is. A régi látnivalókhoz, amelyek már megvoltak, a múzeum, a tájházak, a Szélmalom, kulturális programok, birkafőző fesztivál, stb. Tehát ezekhez illeszkedik az, hogy ott legyen egy olyan komplexum, amelyben a strandfürdő, az uszodával, a Karcag kincse, a szabadidőpark, a játszótér, a Rónai Malmi rendezvényközpont, az erdei futópálya, a tanösvény és a sportkomplexum és a lógiának a szabadtelet is mind-mind arra van, hogy aki szeretne válogatni a lehetőségek között, az tudjon is. Tehát ezeket a látnivalókat ki tudja használni, a programokon részt tud venni, tud sportolni, sétálni, egy igazi egyedülálló szabadidő eltöltési központ, vagy tér, ha úgy tetszik, mert szerintem a megyébe sincs ilyen, ami ilyen szépen egy helyen lenne, és amelynek a fejlesztését korábbi generációk már elkezdték, de igazán most érik be ez a dolog. Úgyhogy én javaslom, hogy menjünk oda, a különböző programokon vegyünk részt, akár egyénileg, akár családdal, vagy csoportosan. Bízunk benne, hogy Karcag tovább fejlődik.
És abban is bízunk, hogy most az elkövetkezendő időszakban élnek a lehetőséggel az emberek, és arra szavaznak, hogy Karcag tovább fejlődjön. Miniszter úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, és hát én azt kívánom, hogy most, amikor jön a választás, akkor a Fidesz-KDNP jelöltjének a programját hallgassák meg, a kedves karcagiak beszélgessenek velük. Képviselőjelöltjénk, polgármesterjelöltünk el fogja ezeket mondani. Fontos a megyei közgyűlés is, hiszen ott is megfelelő képviselettel rendelkezünk, megyei programunk is lesz, és én bízom abban, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjét fogják választani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra.